Nem 14 éves vagy 15 voltam, talán amikor összejöttem egy nagy kanizsán egy fiúval, és akkor hát annak nem az lett a, a vége, hogy én így elképzeltem, hogy elég sokat bántott engem fizikailag, és akkor én egy kicsit így a nőiességembe sérültem. És az az érdekes, hogy a Gusti esetében megmondják, hogy hú a ketchupszarcos, meg a biztos, hogy otthon veri a zsuzsit. Ő meg annyira érzékeny és annyira megerősít engem a nőiességembe, hogy így, te így mindig, mindig hálát adok. Hogy ő, a, ő az, én férjem. Amikor azt mondják neked, hogy szép vagy, az olyan kevés szerintem. Mindig Mindig olyanért bántottak, amit, amit én nem követtem el. Tehát amikor az Zala szépét megnyertem, akkor kitalálták, hogy az apu, húsüzemünk volt, és hogy az apukám fél disznóért meg, megvette az a, a Zala szép. Na, és ez nem csak az én... Bocsánat. Szólt a Zsuska a telefonja. Figyelj, forgatunk, hogyha le kell rakni a rakjalak, De szeretlek. ha gondban van, meg, nem. lehet, hogy... Minden oké? Okay? Yeah. Na. Yeah. Anya főzött fasírtot. Mondd meg, hogy ott van a, a, a fos, és töltött paprika. De elhiszed, hogy engem hív fel, hogy éhes? <laughs> Hol van Gusti? Úgy, hogy a Gusztival van. Hát, hát ez nem, el nem öt el érte. Ah. Ez itt a palikék világa szóló, és egy modell szépség királynő a vendégem, Laki Zsuzsi, akinek én így vagyok az alkatára, a szuper nevére, és hát arra Lucky névvel születni egészen egyszerűen, ami szerencsés, ennyit tesz, ugye angolul, nem sokan tudnak. Zsuzsi, azért ez meghatározta az egész életedet. Mindent egybevéve valahogy jól vagy és rendben vagy. Ugye? Igen. Igaz a kép, amit Köszönöm látok. Köszönöm szépen a megkívást először is. Uh, igen, mondhatjuk azt, hogy uh, mondjuk hogy szerencsési egy alatt, vagy név alatt születtem, um, és most így, így úgy érzem, hogy a helyemen is vagyok. Minden értelemben. Minden értelemben. Figyelj, Zsuska, kezdjük onnan azért, ugye szépségkirálynőként, modellként jegyzünk, de én, amióta ismerlek, mindig az anyaság témaköre, az, anyával, vál, az anyává válás csodája, amit megéltél, és, és szeretsz is erről beszélni. Valójában én annak ellenére, hogy másként ismertelek, meg mindig valahogy az anyaság a fő manifestumod. Jó anyának lenni, ugye? Szereted ezt a szerepet? Én abszolút azt gondolom, hogy kiteljesedtem ebből a szerepből. Tehát, hogy, hogy ugye nekem ez a családi minta annyira erős, hogy a nagy szüleim 65 évig, a, 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 szüleim 40, lassan 48 éve vannak együtt, tehát az hogy, igen. hogy így, így nekem ez... Persze, megnyertem az Európa szépét, ugye 2003-ban volt a karrierépítés, rengeteget utaztam, rengeteg helyen jártam, amiért tényleg nagyon hálás vagyok, de, mikor megismertem a gúszit, és a Gusztáv kellett ahhoz, hogy én én ezt akarjam, tehát, hogy családot és gyereket ö, ö, akarjak szeresek, vagy egyáltalán a gyerekeket, a gyerekek szeretete, ö, és, és nem tudnám elképzelni az életemet nélkülük. Díc Gusztáv érsportúról van szó, ugye, aki Igen. amellett, hogy remek ketrecharcos, hát most úgy látom, hogy inkább színészi babirokra tör, és furcsa, hogy azt érzed, hogy egy új szereped van ennek kapcsán. Mi is az? az ő szerepe? Igen, hogy támogatnod kell őt. Hogy most úgy mond a karrieredet, legalábbis ezt olvasni rólad, háttérbe szeretnéd szorítani, mert annyira szeretnéd ezeket az ambíciókat kielégíteni. Hiszen Gusztire meg színésznek tűnik, igen, ő kiavítana most, mert ő ugye nem színésznek tartja magát, tudom. hiszen nem végzett színész iskolát, hanem ő, ő, karakter, de vajuk be egy elég jó karakter. Erősen Erős, hozza. Erősen hozza, igen. Én, én abszolút támogatom, tehát én el tudom képzelni őt amerikai filmekben is. Én mindig mondom neki, hogy Múci ott a helyed, és benned van az X, és... és de hát nyilván én vagyok a fő rajongója, meg mm. a lányaink, meg hát ez igaz fordítva is. Olyan érdekes, mindig tükröt tart magának a férjed valóban. Amikor erről nyilatkozott, és kérdezték, hogy milyen szerepekre megyik, azt mondja, ne viccejünk már. Én önmagamat tudom alakítani leginkább. De a legnagyobb rajongójának nevezted az imént magad. Így van. Ezek szerint tényleg mindig ott áll egy sikeres férfi mögött, egy erős nő, aki mindig tolja beli az önbizalmat. Kell diszgusztámnak még egyáltalán önbizalom? Hát szerintem azért igen. Tehát ugyanúgy, hogy nekem is kell, neki is kellenek ilyen visszajelzések, és ugye mi 2008-ban ismertük meg egymást, és tehát nekünk a, a kapcsolatunk nem volt olyan magától értetődő, nem indult olyan egyszerűen. Miért? Hát úgy, úgy sokat veszekedtünk, ugye, és akkor én is ilyen kicsit pasis voltam, meg beleálltam ilyen helyzetekbe, és hát a guszt is beleállt, úgyhogy így le kellett fájtolni, nyilván nem szó szerint, de ezeket a pozíciókat, és akkor így lassan már ugye 15 éve mi tökéletes szimbiózisban élünk. Miben voltál pas is Nagyon nehezen képzelem el. Hogy képzeljük? Hát, fú, az első életem első ilyen szerelme, vagy hogy mondjam, 14 éves vagy 15 voltam, talán amikor összejöttem egy nagy kanizsán egy fiúval, és akkor hát annak nem az lett a, a vége, hogy én így elképzeltem, hogy elég sokat bántott engem fizikailag, és akkor én egy kicsit így a nőiességembe sérültem, és, és, én is és bántottam őt, tehát és beleálltam már ezekbe a helyzetekbe, és akkor így, így, sok idő múlva tudtam tőle megszabadulni, és akkor úgy ez az én csomagom volt, vagy hogy mondjam, én ezt vittem tovább így a kapcsolataimba. Úgyhogy... Ha a körben nézek a baráti körömben, rengeteg jó barátnőmről, fele barátnőmről tudom, hogy élt igen hosszú ideig bántalmazó kapcsolatban. De nagyjából ilyen fiatalom, mint te, mert az ember utána hát látja a narcisztikus vonás jegyeit, és Abszolút. hamarabb nyúlcipőt húz, ugye? Igen, és el... az az érdekes, hogy a Guszti esetében megmondják, hogy hú, a ketcsec harcos meg a biztos, hogy otthon veri a zsuzsit, meg mit és soha. Tehát, hogy ő meg annyira érzékeny, és annyira megerősít engem a nőiességemben, hogy így, így mindig, mindig hálát tudok, hogy ő, a, ő, az én férjem, és nem tudom elképzelni, hogy egy, egyáltalán ki lehetne, hogyha nem ő. Micsoda előtélek, micsoda általánosítás. Azért, mert ketrecharcos valaki. Gusztira pont igaz az, hogy egy, az, az erős mokány, szikárkülső egy nagyon érző szívet takar belül. Ugye? Van, hogy verset is ér nekünk a lányoknak is, de hogy nem, el is énekli. Kérlek, ez vicces, idézz de... egy verséből ilyen spontán jönnek belőle a dolgok. Tehát, megben? Igen. Ez igen? Igen. Valóban te vagy a legnagyobb rajongója. De nem véletlenül. Nem véletlenül. Ő a családért Tesz minden. Igen, meg így, ugye mi nem nagyon voltunk külön, tehát hogy jó, van, hogy hazamegyek a szüleim, ez nagy kanizsára, és akkor mondjuk egy hetet, hetet vagyok külön, úgyhogy ő, ő nincs ott, de hogy így nem, nem tudom elképzelni, hogy mondjuk hosszabb távon mit váltanak ki belőlem, hogyha ő. Tehát ő egy ilyen biztonság nekem. Minden értelemben. Minden értelemben, uh -huh. igen. Egy. Nagyon vigyázó férfi. Tudod, mit vettem észre a házasságotok kapcsán, hogy elkezdtetek hasonlítani egymásra. Igen, ezt sokan mondták, hogy ne. hasonlítunk -e egymásra. Azt hittem, saját gondolat. Az elején, mert ugye láttam a bimbózó szerelmet is, noha nem tudom, hogy ismerkedtetek meg, úgyhogy kíváncsian várom. De emlékszel, hogy amikor még az elején mi találkoztunk, meg volt valami fotózása, vagy jöttetek forgatni. És de autóval, volt. mert nem volt a utom, nem hagytad, hogy biciklivel Nagyon... menjek a belvárosba. Igen. 40 fokban. Erre emlékszem. Köszönöm a fuvart azóta is. Vagy valami finomságot. Mondjuk Gyulai Kolbászt. Drága Zsuska, de valóban akkor bimbózó szerelem volt, és évek során elkezdtetek egyre inkább majdnem ilyen két párnak tűntök. Uh -huh. Nagyon. Furcsa Igen, ez. én is látom a képeket, meg ugye, amikor a gyerekeinket nézzük, hogy ki kire hasonlít, akkor mindig megállapítjuk, hogy igazából mi is hasonlítunk egymásra. Nagyon. Na, ugye hogy a, a találkozásunk elmondani? története hú, 2008, szinte most volt, és én voltam búvárkodni többször is, és a, a guszti az egyik ismerősével búvárkodtunk, és akkor minden búvárkodás után csináltunk egy ilyen búvár találkozót, és akkor a Guszti is eljött vele erre a találkozóra, és akkor így, nem tudom, neki beszélgetni. Ő nem szereti ezeket a bulikat, meg a sok ember, tehát ő De. kicsit így szeret elvonulni. Fiatalabb korában sem szerette, és akkor emlékszem rá, hogy beült mellém, és akkor kérdezte, hogy nekem mi a horoszkópom. Ja nem, nem, ott kezdődött, hogy Gusztáv bemutatkozott, hogy őt úgy hívják, hogy Gusztáv. És emlékszem, rá, hogy kiskoromban volt egy bácsi, aki nem családtag volt, de közeli ismerősünk, és Guszti bácsi volt a neve, és meghallottam a ma nevét, és egyszerűen rosszul voltam. Tehát, hogy hogy lehet szegény bácsit úgy elnevezni Gusztá, és kaptam egy Gusztávot. Látod? És akkor, akarma. A karma. Igen, és akkor beült mennem, kérdezte, hogy mi a horoszkópom, mondtam neki, hogy hát kós vagyok, skorpió, aztán és akkor mondta, hogy hú, hát nekünk aztán semmi közünk nem lesz egymáshoz ehhez képest. Egy ketrec harcos ős tehetség, és látod, hogy színészként is jól muzsikáló fickó asztrológiával foglalkozik. Hát igen, ebbe ő nagyon így, vagy írtak Több róla, furcsa. igen, mert hogy ő nyilas, és ő nagyon ugye szabad, meg tűzjegy, egy, meg én is tűzjegy, és akkor hú, hmm. meg ha. Hát mi tűzesek vagyunk tényleg. Ezért indult nehezen a sztori? Igen. igen, 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 igen. Mindenki kereste, hogy hierarchiában esetleg. Abszolút, igen. Hogy kerekedhet a másik fölé? De meg téged, úgy látom, egy picit. Ő fordítva is. Minden? Igen, őt, ő mindig mondja, hogy ő, ő az ember, aki akkor is kiállna, vagy kilógna a sorból, hogyha egyedül állna ott, és ez tényleg rá igaz. Bizony. Abszolút. Azt látom rajta, hogy ugyanolyan szerelmes vagy belé, mint Annó. Ez így is van. És ez nem a valaki. gyerekeinkkel csak erősödött. Igen. Tehát a mi kapcsolatunk nem úgy indult, hogy úristen, én annyira szerelmes vagyok, hanem teljesen más hogy mint az összes többi előtte. Nem volt sok kapcsolatom, de az mindig mondjuk hosszabb volt, és nálam minden, minden más volt, minden más volt, és emlékszem rá, hogy második héten, amikor már kettesbe találkozunk, mert ugye elég is sokáig úgy udvarolt nekem, hogy, hogy ő nem is udvarolt, hanem mondta, hogy menjek fel hozzá. És hát én nem akartam hozzá fölmenni egyedül, hanem mindig vittem magammal valakit. És akkor három vagy négy hónap telt el, mikor én ott álltam nála egyedül. És azóta régi lakom megy, Én régi módi vagyok, vagy. igen. De én hát, igen. Talán Ezt a neveltetés... a tetszett nagyon. Jó, hát volt hát előtte, iről... előttem nem így voltak ott nála a lányok, úgyhogy... De hát férfi ember, tehát nyilván... Igen, mert volt egy nagyon erős családi, mint te, akkor, ahogy mondod, egy monogám, hány éves házassága volt a nagyszülőknek is, és a szüleidnek is? Rendkívül hosszú, ugye? Igen, igen, igen. Hát az első szerelmét vette el, édesapád is, ahogy így. Gyakorlatilag, számolom. igen, uh -huh. igen, jó. igen. És, és ugyanígy a felmenőknél is. Ez egy nagyon-nagyon erős és jó minta. És milyen nehéz az, amikor esetleg nem sikerült. Tehát nyilván én is láttam egy csodaházasságot, de én megjártam a hadak útját. Na, te szerencsése voltál, de hát mondom, a láki név kötelez. Ruska, amikor megismerkedtetek Gusztival, ő szerintem erre sokat nem ad, de akkor már tele volt az arcoddal, ugye? Hát hiszen Zala szépét nyertél, és lett utána, ugye tudod, hogy egy nagyon híres böske volt, 1929-ben, ugyanúgy ő volt a Simon Böske. Zseniális. Igen. Ő Zala ő, szépe, volt. Zala szépe ö, is és, volt, és Európa szépe. És Európa szépe. És ugye hát amikor te megnyerted de rangos versenyeket, és utána a ranglétrán mentél fölfelé, egy éven keresztül egy nagyon komoly légitársaság összes, illetve mindenhol te voltál a reptereken Igen, mentem, országhatárokon. És köszöntem neked mindent. Meg volt a -e repülő is ugye, aminek az Önnelam a a voltam. Igen, csak ugye akkor még nem volt Facebook, nem volt Instagram, hogy így az ember önmagát reklámozza. Megtalálni, itthon nem tudta, ezzel mit kezdeni. Nekem ugye még a Fási Ádámmal volt szerződésem, és én én Indultam a Miss World Hungary még 2000, nem is tudom, kettőben. Nem lettem első, hanem második helyzet lettem. De. És akkor volt egy szerződés, hogy amilyen versenyre három év alatt ő el akar minket küldeni, akkor el kell menni. És akkor emlékszem rá, hogy felhívott az egyik nyáron, hogy hát van három verseny, és akkor válasszak egyet. És mondtam, hogy figyelj Ádám, ne haragudj, én nekem nincs időm szépségversenyekre menni, mert hogy megyek nyári munkára, én pénzt szeretnék keresni. Hány éves voltál ekkor 19. Ja. És akkor, mivel szerződés kötött, ugye ne, nem is kell mondanom, ezért mentem el erre az Európa. Mondtam, akkor legyen az Európa szépe. És ezért mentem el. Úgyhogy végig dolgoztam a nyarat. Mint? Hát placos voltam ilyen, nem is tudom, tehát hogy ilyen diák munka, tök jó volt, jól éreztük magunkat, és akkor onnan mentem versenyre akkor volt egy utazós műsorom, tényleg mindenhol megálltak a férfiak nézni, nagyon ízléses, szép fényplakát készült. Tehát lássuk be, az egy ütős <coughs> fotó volt. Büszké vagy mai napig rá, nem? Tehát... Nagyon büszke vagyok rá, igen. Nyilván ilyenkor te is beleszólsz, bármi szerény vagy és szavú, mert azért lássuk be, Elmondhatom, Zsuska, mielőtt a felvétel elindult, megkereszted, ilyen sokan leszünk itt. Igen, így, így tehát, hogy, hogy, ugye most annyira, hogy a gyerekeim mögé bújva vagyok ott gödön, tehát, hogy, hogy úgy, úgy, úgy de ha amikor értelmes felnőtt emberekkel beszélgetek, attól is zavarba jövök már, hogy van, van sok ilyen gödön is, ne félre, csak hogy, hogy ugye, amikor egy anyuka csak a gyerekekkel van, és így akkor úgy kicsit be tud szükülni, vagy hogy mondjam a... De hát miről álmodik a lány? Biztosan még azért vannak vágyai. Vannak vágyai, igen, igen, meg most több helyen is vagyok, meg tényleg életmódváltásban vagyok, tehát hogy most, hogy kicsit nagyobbak a gyerekeim, azt gondolom, hogy, hogy újra így bontogathatom a szárnyaimat, és, és kicsit most így keresem magamat, egyébként, de, de tök jól érzem magam a bőrömbe. Hát Luizi születése után szaladt fel ugye nagyon sok kiló, talán igen. 20 kiló, hát közel, beszélünk? Igen, közel 20 kiló, nagyon pufa, vagy bocsánat, vizesettem, úgyhogy, és nagyon nehezen is akart lemenni rólam. Hát viszont most már ott tart a dolog, hogy nem tudom, milyen módszerrel csináltad, és milyen állhatatossággal, kitartása, vagy guszti is segített, vagy saját elhatározás, de a magyar j emlegetnek. Ja, olyan cuki vagy, igen, a, még régen is mindig megkaptam, hogy én vagyok a magyar j de nekem abszolút mint a női mintakép, tehát, hogy ő női nő, tökéletes, tehát, hogy úgy, 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 ahogy van. Így van, de a külcsínről beszélünk. Viszont ő nem bújt el a gyerekei mögé, és szerintem laki zsúzsinak feltétlen kellene, kiváltképp, hogy azért vannak álmaid. Beavathatsz, hogy milyen tanfolyamra jársz, vagy iskolában? Igen, já, ö, ugye egy lakberendező Igen. tanfolyamot elkezdtem, ö, de ez online, és pont azért ö, is választottam ezt, mert hogy nem az van, hogy most nekem van fél éve, ezt megcsinálni, hanem én tudom beosztani az időmet, és szerintem ez tök jó hogy, hogy, hogyha csak egy év múlva végzem el az egyéb teendőim miatt, akkor egy év múlva fogom elvégezni. Mekkorák a lányok, hogy ennyire otthon kell még lenned velük. Te viszed őket? Hogy néz ki egy napotok? Mesélj már arról, hogy miért kell ennyire még mindig a gyerekek mögé bújni, és csak egy online tanfolyamban gondolkodni. Hát ugye a Luca 12 éves, a Luizi 9, tehát már, már nagyok, de mm. például csak ma, mielőtt ide eljöttem, három órát álltam a konyhába, tehát hogy a, a Lucza, Mit főztem? Magamnak csináltam a csirkémet, ugye, mert hogy diétázom, akkor nekik csináltam, na mi ez, töltött paprikát, de még a, az egybesült fasit volt a, a, sütőben, mikor eljöttem, tehát mm. hogy, hogy, és minden nap ez van. A Luca ugye hisztaminérzéken, tehát az ő, az ő gyakor, mindenre is érzékennek is, külön kell főzni magamnak is, és ott van a guzti. Tehát, hogy és helyettem nem csinálja meg senki. Jó, ez a normális nyilván. Anyukám segít, hogyha ott vagyunk Nagy Kanizsán, akkor azért leveszi a vállamról a terhet, de hát Nincs ő közel. Nagy Kanizsán. Igen, hát. igen, igen, igen valóban nehezen egyeztettünk, még az idejöveteled is problémás volt, mert annyira nincs segítséget. Meg ugye a viszem visszem külön órákra, jó, mondjuk most nyár van, de hogy így, így egyébként tényleg minden napom azt ezt teszik ki, kettőig rendet rakok, mosok, törő főzök, és kettő után gyerekeket ide viszem az egyiket jobbra, másikat balra. És az, hogy így, Nézel ki, hogy, melyik óra sávba tehetjük be? Azt, hogy csak is kora reggel, tehát hogy, hogy, hogy csak is kora reggel. Hogyha kell fél, tehát a Lucának én reggel főzök, ott indulunk, hogy iskolába én viszi azt, amit én megfőzök neki reggel frissen. Mondjuk fél hatkor, ötkor, tök mindegy. Mit sportolsz? Edzőterem, tehát edzőteremben súlyos, súlyos csinál súlyos súlyos edzéseket csinálok. Hát, súlyos, fel, edzéseket csinálok hát. Igen. Ö, ö, én ugye annak idején fitness versenyző voltam, tehát hát. ez az edzőtermi dolog ez közel áll hozzám, meg hát ugye volt egy ilyen gyógynövény, komplex is, ami segített az én fogyásomban, mert hogy azért úgy nem volt annyira magától értető, de az, hogy a kilók nem úgy akartak rólam lefolyni, hogy én szerettem volna. Úgyhogy meg hát az étkezésemre is ugye Arra figyelem. nagyon tudatos vagy. A lányok mennyire folytatták a karrieredet? Vagy egyáltalán tudják-e, láttak-e régi fotókat, a régi szépségversenyre mozgóképet? Láttak, Tehát és kezdődött pár a világ, év. És a fitness. Nálunk a sport az alap, tehát alapvető, hogy tök mindegy mit, csináljon valamit, és azt mondjuk rendszeresen csinálja. Az, hogy szépségkirálynő vagy modell legyen, az így sose téma. Nem is erősíted Nem erősítem, pár éve látták azt, hogy megnyertem a szépségversenyt, tehát látták a felvételt, de hogy így nem téma. De Zsuzsi, emlékszem, hogy a régi szép időkben, még ugye Guszti előtt, tehát amennyire lehetett, próbáltál rendszeresen partikon megjelenni itt-ott, ami egy kicsit ugye kötelezettség is, és együtt jár ezzel a világgal. Mindig azt éreztem rajtad, hogy nem érzed jól magad ebben a közegben. Testidegen volt, szerényebb vagy. Nem tudom honnan ez a fajta, hiszen egy erős családi bázisból jössz, minden okod meg lenne az önbizalomra, és valamitől hiányzik gyerekkorban datálódik, osztálytársak, hol volt nehézség, ahol elakadt, vagy hogy lettél ennyire szelíd? Már már, mint egy őzike. Igen, egy egyébként annyira tehát szerény vagyok, de, de mondjuk, tehát a gusziból is sok van, tehát mi nagyon hasonlítunk is a guszira. Vannak olyan helyzetek, amikben én is belállok, tehát hogy kipattanok autóból, és elküldök bárkit a... Te. Én simán. jaj. Sőt, olyan. S én nagyon sokat verekedtem. Tehát a gyerekeimért akár bármit meg tudnék csinálni. Tehát most így nem nézett ki belőlem, de tényleg. Nem értem ezt a sokat verekedtem. Hol, milyen millió? Én, hú, hát. Ö... <laughs> magam előtt verekedni. Igen, gyerekkoromban, ugye a nagykanizsán jártam iskolába, és akkor mindig, tehát olyan osztályba jártam, ahol nagyon sokat verekedtünk. Pedig én mindig ott is segíteni akartam, tehát kicsit jobb módúak voltunk, mint az osztálytársaim, és ott is segítettünk mindenkinek, de ott is volt egy ilyen féltékenység, mert én, én ugye fitnesses is voltam, sokat hiányoztam, sokat utaztam. Nem tehát, hogy mindig kitűntem valamiért, igen, mindenhonnan is, és ö, nem is feltétlenül a szépségemmel, lehet, hogy az ügyességemmel, vagy, vagy aztán a szépségemmel. És érdekes, hogy engem ez soha nem foglalkoztatott. Tehát, hogy, hogy amikor a Zala szépén is elindítottak engem, mert hogy elindítottak, tehát, hogy ez nem engem ez el... a külsőség dolog a, a mai napig nem, nem érdekel. Biztos, hogy ezért kaptam én valamiért ezt a nem keresztet, de hogy, hogy, hogy ebből hozzam kell legjobbat, vagy ezzel kezdjek valamit, de tehát az, hogy amikor azt mondják neked, hogy szép vagy, az olyan kevés szerintem. Azem. Ugye? főleg egy bizonyos korontól, illetve tudod hol, amikor már édesanyja vagy, annyira érdekes, hogy énnel nem kezdődik azóta mondatom. Gyakorlatilag soha. Annyira a gyerek az első. Ahogy látom nálad meg duplá, mintha örültél volna ennek a szerepnek. Végre nem rólam szól a dolog, végre nem engem néznek a reptéren, fényplakátok a repülőgépeken, nem a Mr. Hungarin um, végig gyönyörű ruhákban. Szerintem ez neked sekélyes. De sekélyes, meg, meg, tudod, ez a sok rossz indulat, ami ugye az életemet végig kísérte. Komolyabb sérülés igazából nem ért, csak hogy mindig olyanért bántottak, amit, amit én nem követtem el. Tehát amikor az szépét megnyertem, akkor kitalált, hogy az apu, húsüzemünk volt, és hogy az apukám fél disznóért meg, megvette a, Jaj. a szép. Na, a második helyzetnek a rokonsága írt az újságba. Élt, és akkor utána az Európa szép, akkor kitalálták, hogy az Európa szépén a, azt is az apukám intézte el, az a repülőgépeken legyen, az Erosz itt, már. meg a, a Ricky Riki Mártint lefizette, igen, és akkor, akkor a sport, az iskolába is ott tanárok is sokat csesztettek, szóval, hogy így mindig, mindig volt valamilyen, és nekem ez olyan fájó pont volt, vagy amikor megnyertem a, a Miss Európát ugye 2003 ba akkor az apukámat vették elő, hogy nem tudom már, mit csinált, meg mit nem csinált, meg hogy bűnöző, meg én is bűnöző, és hogy nem azzal voltak elfoglalva, hogy a 19 éves magyar lány, aki végre is hú. Viszi a hírünket hanem hogy ez meg az meg az. Most értettem meg. Ettől És akkor én, én, én így, így be, igen, szorongtam be, tehát hogy én, én meg is akarok felelni, de nem is. Tehát hogy van egy ilyen kettőség bennem, hogy, hogy kírnám magamból, amit gondolok, de tudom, hogy nem szabad. Úgyhogy. Öm... Én erről mit sem tudtam. Láttad a kerekedő szememet, tehát ennyi intrika ármány. Tudod, minden csoda három napig tart, de hogy elmesélted is arról számoltál, be, hogy fáj, még nekem is fáj hallgatva. Igen, és tudod, a kommentelő, tehát persze mondják, hogy nem foglalkozz a kommentekkel, de amikor mondjuk kiírtam a Spári, vagy a Balatonon tényleg egy családot halt meg mellettünk két ö, kis gyerek, és az annyi, tehát, hogy mint anyukának annyira fájt, és annyira, annyira, szomorú volt az egész, és mint egy felhívás írtam ki, hogy figyeljenek oda, és akkor, akkor volt egy ember, aki belém állt, hogy én az által akarok hírnevet kovácsolni. Tehát, hogy annyira hülyék az emberek, már bocsánat, hogy tudja ezt mondom, de hogy, hogy nem értem őket, hogy, hogy miért ítélkeznek így, úgyhogy hogy nem ismernek valakit. Igen, és hát nyilván nem kopogtathatsz be mindenhová, és utána egy újabb hát, komment. megtenném, megtenném igen, szívem szerint. Elmond a saját igazságodat. De hát érdekes ez is, nem kell mindenkinek megfelelni. Olyan nagyon, nekem ezt a korhozta. Mindig mondom, hát hogy... szerintem bennem mindig lesz egy ilyen megfelelés, hogy... Aha. De tudod, akit mindenki szeret, az valójában senki. Vagy nem ugyanolyan az értéke. Tehát lehet, hogy én nagyon egyszerűen gondolkodom. Egyébként igen. Nagyon szimplán. Én is. Néhány jó ember, ha szeret, az bőven elég. Igen, tehát tényleg olyanok vesznek körül, akik, akik szűk, szűk az a kör, mert ugye régebben nyilván amikor. Igen partikra jártunk meg ide oda akkor sok barátok, bocsánat, haver, haver volt. De, de hogy így ezek, akinek le kellett mozsulódni, szerintem lemozsulódott, és az embernek így, ahogy megy előre a korra egyre kevesebb ö, igénye is lesz talán arra, hogy tehát, hogy csak a szűk család, vagy az a kör, aki tényleg ilyen nagyon bensőséges. Olyan szép gyerekkorról számoltál be, a verekedésekről nem tudtunk, de árnyaltabb a kép kapcsolatban, mert a jámborság megtestesítője, és kiderült, hogy PP várta a félosztályt. Na de maga ért ki. É, én is kaptam hozzá, teszem, én é, is kaptam. Sejtöm. Én is kaptam sokat. Mi szerettél volna még akkoriban lenni? fitness versenyzőként már nagyon aktív volt. Igen, tehát valószínűleg, valószínűleg... az igazi távoli perspektívikus vágy? Kezdve én, én, nekem volt, én nagyon szerettem a biológiát, tehát hogy, hogy, biológus, meg ugye nekünk volt gazdaságunk, sertéstelepünk, állataink, 30 ezer csirkénk, lovaink, marháink, mm. tehát hogy én ebbe, ebben nőttem fel, és, és, ez a biológia a dolog ugye innen, innen jött, úgyhogy ha nem nyerem, nem indulok el ezen a szépségpályán, akkor, akkor nem tudom, hogy hol lennék most, de, de inkább szerintem sportvonalon. Tehát, hogy, hogy az, az, most is úgy erős bennem, hogy, meg a gyerek, tehát, hogy azért erőltetjük. Ugye Gusztinak is nagyon fontos, és a gyerekeinknek is, hogy inkább Ez arra. egy nagyon jó vonal. Egyet mondj meg, Guszti mennyire szeretné, hogy visszatérje egy kicsit az áramlatba, hiszen ő is nyilván nagyon szerelmes ebbe az életbe, hogy a gyerekeket tolod előd, magad elé, és egy kicsit a saját ambícióidat hátrébb. Tehát azért ott van egy Láki zsuzsi, aki rögtön ideben direkt mondta, hogy annyira tetszik, és valójában tényleg determináló erővel bír egy ilyen név. Szó szerint, mondjuk ki, most meséltél arról, hogy rengeteg malacotok volt. Tényleg, malacod van, szó szerint. Egy csomó minden, egy becsületes klassz férj, aki kiáll bennetek, vagy értetek mindig minden körülmények között. Két csodálatos gyereketek van. Egy szuperhírnév, amivel hát be nem éltél, tehát hogy csirájában elfolytottad ezt a karrier. Ott van még benned, én így látlak, sok-sok ambíció, de én érzem, hogy a férjed biztosan segít és támogat ebben. Csak mi ki kell találni az Igazi iránt. vágyat a lakberendezésen túl, nem? De, de ez így van. Ő mindenben támogat, tehát tényleg mindenben támogat. Ö, neki kellett az, hogy hogy elmenjünk a legbátrabb párosba. Talán emlékszel erre a műsorra. Ez mert a... ő hú, előtte szóval. nagyon így, tehát, hogy nagyon média volt, Tudom. és ott látta azt, hogy, hogy a stáb, hogy milyen normális a stáb, ugye nem csak a, a szereplők, tehát azért aránylag normális szereplőkkel voltunk együtt, és, de a stáb, aki benne dolgozik, és ugye nap, mint nap velük vagy. És neki ez adott egy ilyen löketet, meg erőt, hogy, hogy igazából ez ilyen is lehet. Bizony. És tehát ő tényleg mindenben támogat engem. Amikor elmegy a filmszerepet, elmegy egy forgatásra, nincs benned egy icipici zavszem, hogy jaj, mennék, de ott lennék. Forgatása? Hát, mm -hmm. hogy filmforgatása? Nem. nem. Mint nem. színész ne, semmi esetre se, de én örülök, hogy, hogy így neki ez beindult, és hívják sok helyre. Um, sokszor ő se tud ezzel mit kezdeni, hozzáteszem, hiszen nem színész, és vannak olyan szituk, amik, amikor hadonásznia kell, ugye egy castingon kardala, nem tudom, kispárnának, és akkor neki, neki ezek olyan helyzetek, hogy, hogy ezek bele tud egész könnyen feszülni, hozzáteszem, én is voltam régebben ilyen castingokon is. Nem a tepán. Nem, ez nem. nem. Hát izgulós vagy? Én nagyon, nagyon. Ha beszélni kell emberek előtt, ha, vagy csak... Nekem meg... ne nem. Bármi. Igen, tehát, hogy, hogy szerintem észrevetted azt, Észre. hogy kint én titi-titi, ti, 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 viszont onnantól kezdve, hogy kamera, meg én, én be tudok feszülni. Pedig húsz éve bennem vagyok, tehát, hogy de teljesen más, tehát, hogy, hogy más mondok néha, mint amit gondolok. Tehát, hogy így a gondolataim a számmal néha nem tudom összerakni, úgyhogy... Na mindegy, szóval. Pedig ha valami egy jó közeg, ez, itt önmagad lehetsz. Azaz, nem kell készülni, ugye beszélgettünk még az egyeztetésnél, önmagadból nem kell felkészülni. Hát önmagamból nem, csak csak meg kell újra szoknom ezt. Jó érzés? Egyébként jó érzés, bár hogyha gusztítlan, akkor szerintem így, így jobban bele tudnék lazulni. Tehát, hogy ő, ő az interjúk alatt is ad nekem egy ilyen, ott is biztonságot ad, tehát, hogy sokkal, sokkal lazább tudok lenni például. Hát. Szinte, ő az úgy én érzem, Olyan érdekes, ugyanígy érzem a férjemmel. Tehát egyáltalán nem akarom negédes vonalra terelni a beszélgetést, de sokszor fél embernek érzem nélkülem magam. Annyira erős bázis. Úgy látom, nálatok pedig ez csak szerencsétek van, mert majdnem 20 éve korábban találkoztatok, mint mi. Mi pont időben találkoztunk, szerintem. Tehát a Gusz is 33 éves volt, előtte azért élt, és szerintem az nagyon fontos nagyon. a férfiaknál, hogy éljenek és, és nem lesz kíváncsi, ugye, majd később. Úgyhogy én ugye 24 éves voltam, azt hiszem, amikor találkoztunk. Erős szövetség a tétek, ez nyilvánvaló. Ha esetleg Gusztit mégis megtalálna egy tengeren túli szerep, vagy egy beinduló karrier, kecsegtetne benneteket hajlandó lennél, gyerekestül, családostól követni őt, mert nem tudlak benneteket, hogy mondod, még ide is, ha eljössz két órát, nem tudsz nélkül lenni. Igen, most mielőtt eljöttem, egyébként felhívtam, hogy a gyereket elvitte edzése. Tehát, hogy mindent én tartok észbe az, hogy ő neki hova kell menni, a gyerekeknek mikor van az edzése, a, a pinkódokat, a, a... Jöhet. Tehát, hogy, hogy Mindent is tényleg, mm. és így, így azért ez egy teher az ember válasz, szerintem. Hát ez egy nagy felelősség. Mert ő mindent elfelejt. Úgy, tényleg? Hogy, mm -hmm. Ilyen bohém? Mióta színész, vagy mindig ilyen volt? Nem, mindig ilyen volt, tehát Vigyszeres. neki máshol van a fókusz teljesen. Nagyon, sose Nem. gondolom, olyan struktúrált Manusnak tűnik, tudod? Bizonyos szempontból az, de, de ez, a, az, ez is az én feladatom. Tudod Na és évekező. akkor hogy döntenél, ha esetleg beindul, elmennétek esetleg Amerikába egy karriert folytatni? Hát persze, hát én ott az otthonom, ahol a családom van, ugye? Nyilván a szüleim nagyon hiányoznának, miattuk, miattuk meggondolandó. Mennyit jártok haza Nagykanizsára? Nagykanizsára aránylag gyakran járunk haza, mondjuk most mióta a családi házban lakunk, ugye a szüleim is tudnak hozzánk jönni, de két-három havonta megyünk, úgyhogy a nyáron is. Szerintem egy hónapra haza költözünk. Ugye nekem haza, tehát hogy a Nagy az, a, az otthon. Ö, ö, Göd is az otthon, de valahogy így se itt, se ott nem vagyok otthon. Tehát tényleg ilyen két laki vagyok. Ha már láki meg két laki. laki, ugye? De hogy, hogy kicsit ilyen hontalannak érzem magam, mert néha azt érzem, hogy úgy haza költöznék Nagy Kanizsára, viszont mondjuk, hogy a munkánk meg ugye ide köt bennünket, úgyhogy... Hát leginkább ugye a guszti éjjel leg, igen, mert igen, külön édesanyaként funkcionálsz, de milyen érdekes, hogy hazavágysz Nagykanizsára. Ugyanilyen vágyódás volt bennem, Gyula, hogy visszadok egy, egy igazi kis vásod gyerekkort az én kisfiamnak, és hogy nem egy belvárosi létben növekszik két-három-négy évesen, hanem a vidéki jó levegőn. Na de göd azért egy minőségi ugrás, tehát Ö, igen. az majdnem mondhatjuk, hogy a vidéki feelinget hozza. Ugye nálunk abszolút, tehát, hogy vidék lévén opció volt az, hogyha gyerekeink lesznek, akkor majd, majd a 13. kerületben laktunk Angyalföldön, tehát a Guszt ugye odavalósi, úgyhogy abszolút opció volt, hogy kiköltözzünk vidékre, és azért göd mondjuk az a, a, még az a távolság, ami mondjuk közel van Budapesthez, tehát, hogy bármi van, ugye 20 perc alatt beletérni. Én szeretem ezt a kisvárosi létet. Volt egy felháborodásod a energiai talok kapcsán. Egyáltalán nem értettem, annyira nem is illik hozzá, tehát nem passzol valahogy a sztori, hogy valahol nagyon felháborodtál, és ennek hangot adtál, lett is következménye. Mi történt, Zsuska? Igen, én több minden is fel tudok háborodni, csak nem mindent osztok meg, igen, de ez egy olyan, olyan dolog, azt gondolom, ami tényleg így minden szülőt, sőt, tehát, hogy sok mindenkit érint, és egy tesztet csináltál? -e? Jól tudom, hogy értsék, akik Igen, egy tesztet bennünk, csináltam, mert hogy a, ugye a nagy lányom ötödikes, és a, ott az évfolyamban meg az osztályban is van, aki ivott, iszik ö, energiaitalt, és akkor én egy kicsit utánolvastam olvastam ennek, és annak idén volt egy ilyen jogszabály, hogy 14 év alatt azt hiszem nem szolgálhatta ki gyerekeket ö, ilyen energiaitalokkal, és én kíváncsi voltam, és így, Nyilván elmentem a gyerekemmel, tehát vállalom a felelősséget, mert azt is megkaptam, hogy ez milyen felelősség. Nem vagyok felelős szülő, hogy én ezt így megengedtem, na mindegy, és akkor beküldtem, és mondtam neki, hogy légy vegyél egy energiaital, mert kíváncsi voltam, hogy kiszolgálják-e. És? és kiszolgálták. És két nap múlva beküldtem a kilenc évesemet is, és őt is kiszolgálták energiaitallan. Ja Istenem. A és igazából. a Tehát ő annyira apró volt. Hát a termetéből nem, de, tehát, de egy tök mindegy. Tehát, hogy, látszik, hogy... akkor is van Igen. Te ilyen ős típus vagy? Tehát, hogy a, ha kell, akkor azért lépsz. Igen. Mindent a gyerekekért. De, amikor. hát azt gondolom, hogy, hogy most ez nem csak az én... Bocsánat. Szólt a Zsuska a telefonja. Lehet, repülőre. Igen, lehet, ne, hogy nem, fontos. Ne, csak a... Úgyha... Muci? Muci? Tessék? I igen, de figyelj, forgatunk, hogyha le kell, rakjalak, de a gondban Ha gond van, lehet. Hogy... Minden oké? Okay? Igen. Na. Éhes. Anya főzött fasírtot. Mondd meg, hogy ott van a, a ott hűtőben, a fos, is a és töltött a fas... paprika. Ott a fasírt. <laughs> meg töltött paprika. Na, hello! De elhiszed, hogy engem hív fel, hogy éhes? <laughs> Hol van Gusti? Úgy, hogy a Gusztival van. Hát, ezt hát nem el sem őt -e el érte? A... Na hát erről Zsuzka, semmi költői túlzás nincs abban, semmi. hogy mindent te organizálsz ebben a családban. Mindent is, igen. Sohasem a, kutyát, kire. a kutyát ő viszi is szerencsére, de hogyha forgata, akkor a kutya is az én feladatom. Látszott, és itt éreztem az aurádat, hogy a pulzusod, pulzusszám megemelkedett, hogy mi lehet a gyerekkel, ha újra és újra hív. Ezért vettük fel, most először formabontó módon, interjú Bocsánat. közben is ezt a telefon. Ez. Semmi baj, megtudtuk, hol van a fasért. Szerintem hazaengedlek, mert Gózti úgy érzem nem uralja a terepet. Guszi hajózik egyébként a Dunán a gyerekekkel, de Jó. onnan is engem hívnak, hogy éhese. Óriási. Na akkor Zsuzsi elindult haza, üzenem. Minden éhes kis száj mindjárt be lesz tömve, én pedig nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Uh, Guszti egy jelenség. Úgy érzem, úgy volt itt velünk, hogy miközben testileg nem volt itt, mégis a szelleme körül a stúdiót. Ott van, igen. A palikék világa szólott. Köszönöm, Zsuska. Köszönöm szépen. 98.6 98. FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.